Szarvasváros Békés megyében található, a szarvasi kistérség központja. Békés Csabától 47 kilométerre, a hármas körös holtágának partján terül el. A környék már az őskor óta lakott. A népvándorlás korából fontos avarleletek maradtak fent, először Anonymus említi a települést Szarvashalom néven. A 18-19. Század fordulóján Tesszedik Sámuel megalapította Európa első gazdasági iskoláját a városba. A róla elnevezett múzeum is célpontunk lehet, hiszen rengeteg az érdekesség, és nem sok állati erővel hajtott száraz malmot láthatunk manapság. A város színesítő templomok és kastélyok sokaságát találjuk itt, ezek közül a legszebbek talán a Mitrovszki kastély és az előtte álló első világháborús emlékmű. A Szent András templom, ami a Hősök terén áll, emellett műemlékek sorát is láthatjuk a városon átvezető út mentén. Itt találjuk a történelmi Magyarország földrajzi középpontját, amelyet emlékmű jelölt a Holdkörös partján. A kijelölt pontra egy dombot és egy szélmalom formájú emlékművet építettek, majd megalakult a történelmi emlékút, amely Szarvas központjától a történelmi Magyarország régi mértani közepéhez vezet. Kiemelkedően fontos szerepet töltött be a településen a Bolza család, akik kastélyokat építettek a Kőrös partjára. A kastély nyugati homlokzata előtt láthatjuk Romulus és Rémus szoptató anyafarkas szobrát. A Szarvasi Arborétum a hármas Kőrös egyik holtága mentén alakult ki, és már a hazánk egyik legnagyobb és legjelentősebb élő fagyűjteményének számít, ahol 100 évet megélt mocsár ciprusokat, mamutfenyőket is láthatunk. A hangulatos helyen akár egy egész napot is eltölthet minden látogató. Rendezvények tekintetében is tartogat programot a város. Szeptemberben a kukorica napokat tartják, de sokadik alkalommal kerül megrendezésre a töltött káposzta főző és kolbászkészítő verseny. Az évek alatt komoly kulturális vonzata lett a vízi színháznak, ami Magyarországon egyedülálló építészeti megoldásként egy stílusos várkastély és egy amfiteátrum ötvözeteként épült fel. Mindezeket végignézve és a színház élményszerzése után szinte biztos, hogy pihenésre vágyunk, természetesen erre is van lehetőség. Festői környezet nyújt kikapcsolódási lehetőséget, akár a városi gyógyfürdőben, de csónakázhatunk, sátorozhatunk, és a horgászat szerelmesei is hódolhatnak hobbiuknak. Fiatalok sokaságát vonza nyaranta a Kőrös part, ahol kialakított szabad strandokon szórakozhatnak, élvezhetik a forróságban a hűsítő folyót.